Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, az Ultrahang Plusz mai adásában pedig Szakács Árpád könyvkiadó, egykori újságíró, nem is tudom, mit kell mondani, de majd megbeszéljük. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Magyarországon komoly dolgok történtek az elmúlt hetekben, lemondott a köztársasági elnök, az igazságügyi miniszter, mostanában a belpolitikai jellegű beszélgetéseket általában így kezdjük, illetve Magyar Péter Varga Juditnak a volt férje a Partizánnak adott egy hosszú interjút, amit már több mint 2 millióan láttak, és ezen sokan meglepődtek, mert hogy vannak, akik azt mondják, hogy a NER világáról ember így még nem beszélt a nyilvánosságban. Ugye ön is kötődött a NER-hez egy időben, ugye egy média vállalatnál volt, talán beszélhetünk is majd erről a szerepéről, és aztán ön is távozott a NER-nek a világából. Itt azért majd tegyük is rendbe, hogy mi a különbség a NER világa, a Fidesz és egyebek között, de eznek fényében ön hogy értékeli Magyar Péternek a nyilatkozatát? Hát ugye egy viharos héten vagyunk túl, most már egy jó pár nappal. Én pont nem voltam itthon, én külföldön tartózkodtam ezen a héten, amikor itt a nagy események zajlottak, tehát utólag próbálom bepótolni ezeket a hiányosságaimat. Én tegnap tudtam meghallgatni a Magyar Péterrel készített interjút, amelyben valamilyen irányból, tehát ő rálátott ebben a vonatkozásban sok olyan kérdésre, amire a társadalom legnagyobb része nem, vagy nem tudott ezzel szembesülni. Minden bizonnyal sokakat megleptek ezek a visszajelzések, vagy ezek a gondolatok, amiket ő ott elmondott. Én az összes megyei napilap központi szerkesztőségének voltam a vezetője, és 2020-ban távoztam ebből a pozícióból. Ez Magyarország egyik legmagasabb média pozíciója, ha lehet ilyet mondani. Én ugyanilyen okokból, erkölcsi, morális okokból távoztam ebből a nagyon szép, nagyon magas pozícióból. Ma már csak mosolyogva gondolok vissza ezekre az időkre, erre az időszakra. Én szinte minden vonatkozásban, hogyha most le lehet egyszerűsíteni olyan értelemben, most nem tudom, szerintem eléggé közismertek a magyar társadalom, hiszen említette is, hogy több mint 2 millió megnézték meg, benne volt a köztudatban, hogy milyen jellegű állításokat fogalmazott meg a NER világáról, Rogán Antal személyéről, az oligarcha világról, meg mindenről, hogy néhány család kezébe kerül lényegében az egész ország. Én ezeket, ha lehet így fogalmazni, meg tudom erősíteni, tehát, hogy én ugyanezeket láttam én más perspektívából, hiszen nem voltam sem rokon is, sem egyéb vonatkozásban a politikai elit köreihez nem tartoztam. Lényegében önmagam is távolodtam, amennyire csak lehetett, tehát ha meg is hívtak ilyen helyekre, amennyire csak lehetett, nem mentem el. Akkoriban már, mikor felismertem, hogy milyen ez a világ, akkoriban inkább annyira undorodtam tőle, hogy amennyire csak lehetett, megpróbáltam egyfajta távolságot tartani. Bocsánat, azért érdekes ez, mert ebben az időszakban volt az úgynevezett kultúrháború cikk sorozata, amit sokan úgy értelmeztek, hogy Orbán Viktor kérésére ír a kulturális térhódításról, meg arról, hogy szükség lenne jobboldali kultúrára, és önt egyébként ilyen Orbán Viktor üzenőfalának tekintették sok esetben. Igen, ez pontosan így volt, ez a balliberális médiavilág, ma már ezt a szót sem szeretem használni, hogy balliberális, hiszen ez is egy ilyen műszó, ami nem fedi semmilyen vonatkozásban sem a baloldat, sem a liberális vonalat, hiszen azok az eszmerendszerek, amelyek erre épültek, azok ugye a covidizmus alatt azok megsemmisültek, tehát hogy számomra ezek a globalista média, globalista terrornak a médiái, és a újságírói meg a globalista
a világnak az ügynökei, de akkoriban máshogy látszott, más akusztikája volt ennek a világnak. Valóban az volt, hogy én vagyok Orbán Viktor kultúrharcosa, ugye volt egy cikk sorozatom, akinek a kultúrás diktatúrája címmel jelent meg akkoriban, eléggé nagy turbulenciát gerjesztett a kulturális életben is, meg a közéleti politikai életben is, hiszen tételről tételre azt mutattam be, hogy a magukat elnyomottaknak tekintő baloldali és liberális kultúr szférában dolgozó emberek egyáltalán nincsenek elnyomva, tehát hogy maga az úgynevezett Fidesz diktatúra alatt úgy élnek tejbe vajba füröztve, és egyáltalán nem üldözik őket, és nincsenek elnyomva. És akkor ezt mutattam be, hogy ki mennyi támogatást kap tételről, név, tételek, nevek, meg egyebek. Hát ezek elég kemény dolgok voltak, kemény tények voltak, ezek magukért beszéltek, és eléggé nagy gerjedelmet okozott ez az egész, hiszen féltették az állásaikat minden szempontból. Utólag kiderült, nem kellett, hogy féltsék, tehát hogy semmi nem történt. Nem, egyáltalán nem. Ez ebben a vonatkozásban ugye a magyar időkbe ment ez, ami magyar később megszűnt, és magyar nemzetté változott vissza ugye egy idő után. Én magam ma már úgy látom, meg akkor is úgy láttam, mikor kiszálltam ebből a világból, hogy ezt azért engedték, ezt a cikksorozatot, mert nagyon sok mindenről el tudta terelni a figyelmet, hiszen hát majdnem másfél-két évig eléggé keményen uralta a magyar közbeszédet. Kinek kellett engednie? Tehát önnek például kellett bárkitől engedélyt kérni? Természetesen, tehát hogy minden egyes megjelent írás az a cikksorozatnak a részei, azok a legmagasabb szinten jóváhagyásra kerültek. Akkoriban, én nem tudom, hogy ez tovább ment-e, szerintem nem, tehát hogy a vezetője az akkori vállalatnak, MediaWorks-nek. Akkor nem Rogán Antal... Csermely Péter volt a vezetője, tehát vele le volt egyeztetve minden ilyen természetesen. De akkor például önnek Rogán Antallal ezekről a cikkekről nem kellett egyeztetni? Rogán Antallal nem kellett egyeztetnem, bár megjegyzem, hogy én nagyon sokat találkoztam Rogán Antallal, hiszen három kampányban is részt vettem, mint az összes megyei napilap központi szerkesztőségének a főszerkesztője, és akkoriban ez nem volt nyilvános, de ma már teljesen egyértelmű mindenki számára, hiszen nemrég még le is fotózták a különböző média főszerkesztőket, hogy jöttek ki a Karmelitából, hogy folynak egyeztetések, tehát hogy két hetenként megjelent Rogán Antal, és a akkori médiában viszonylag magas pozícióval rendelkező emberek tekintetében összehangolta azokat a kampánystratégiákat, amelyek mentén a Fidesz politikája zajlott. Ez mit jelent, hogy megmondta, hogy a Magyar Nemzet írja meg ezt, a megyei napilapok azt, és így van, a, így van, nem így tudom, van, Origó. Igen, igen. Tehát, hogy ugye itt azért, mert a kormánypárti sajtónak nevezett termékek. Ez egy kézivezérelt helyzet és állapot volt, ez így van ma is, de mondom, hogy ma már ez egy nyílt titoknak számít, tehát hogy azért van ezzel tudok baj? Róla beszélni. Hát ezzel önmagában nincs gond, a problémák ott kezdődnek, amikor ezeken az egyeztetéseken olyan jellegű információk jelennek meg, olyan jellegű információkat hallok, amelyek meggyőződésem szerint semmilyen legális módszerrel nem juthattak hozzá azoknak a szájába. Hát ilyen jellegű információk, bár szerintem nem a titkosszolgálatokat, inkább a magánnyomozó és egyéb cégeket használták arra, de olyan jellegű információk jelentek meg, olyan jellegű dolgokat tudtunk, olyan jellegű dolgokat építettünk be a média világába, ami erkölcsi, morális és mindenféle értelemben elképesztő volt. Tud erre példát mondani? Nem szeretnék példát mondani. Én megfogadtam azt, hogy a
mégis egy munkahelyem, mégis az volt a munkahelyem akkoriban, tehát hogy belső példákat, ügyeket, amennyire csak lehet kerülök közvetett, vagy bármilyen más formában lehet, hogy tudok utalni egy-két ügyre. Az a lényeg egyébként, hogy értsék az emberek, vagy a hallgatók, hogy nagyjából az volt az érzésem, akkor kezdjük egy ilyen irányból, mintha a politikai ellenfeleknek tekintett embereket, vagy azokat a személyeket, akik valamilyen szempontból veszélyt jelentenek, azokat olyan jellegű, nem tudom, hogy a legjobb szója a megfigyelés, próbálom most valahogy diplomatikusan megfogalmazni, tehát olyan információk jelentek meg, amelyek ezeknek az embereknek, a személyeknek, pártoknak az életével, meg helyzetével volt kapcsolatos. Ugye én tudok erre olyan példát mondani, ami megjelent a nyilvánosságban, hogy például ott volt Volner János, nem Völner, Volner János, igen, ezt mindig keverem a kettőt, akiről ugye jelentek meg képek, amint a párjával, szeretőjével bokorban bújkál, stb. Ugye ott volt Spéder Zoltánnak az ügye, akit különböző magánbeszélgetések során fotózták le, tehát több ilyen eset történt. Ezek ugye meg is jelentek, tehát hogy ezek... Igen, akkor sem megerősíteni, sem cáfolni, nem... Nem szeretném akkor ezeket, hogyha a hallgatók értik, hogy ezzel kapcsolatban mire akarok utalni. Na, szóval komolyabbra fordítva a szót, vagy tovább menve ezen a szinten, tehát a problémák itt jelennek meg, mikor olyan eszközök jelennek meg a politikai életbe, amely inkább a bűnözői világhoz áll legközelebb. Ez nem tényfeltárás? Hát az nem tétfeltáros, hogyha illegális eszközökkel megfigyelek valakit, majd ezeket az eszközöket felhasználva, bezsarolva, nem tudom, egyéb módszerekkel olyan nyomást próbálok rá gyakorolni, ami szembe megy mindennel, amit médiának és újságírásnak lehet nevezni. Tehát, hogy ezek súlyos problémák, hiszen gondoljunk bele abba, hogyha meg lehet csinálni egy emberrel, két emberrel, három emberrel, akkor meg lehet majd csinálni az egész társadalommal is ugyanezt, mint ahogy ebbe az irányba mennek a folyamatok. Hát ugye, ha már Rogán Antalnál tartunk, hát ő nyújtotta be decemberben a digitális állampolgárságról szóló törvényt. A digitális állampolgárságról szóló törvény az a kínai típusú társadalmi kreditrendszer a világ legdurvább diktatúrájának az informatikai alapját jelenti. Tehát ezek olyan súlyos erkölcsi, morális és egyéb aggályokat vetnek föl, amelyek egy olyan világba, amit szabadságként értelmezünk, amelyben szabadon beszélhetünk, tehát egy olyan világot képzelünk el a gyerekeink, unokáink számára, és ezek teljesen elfogadhatatlanok. Tehát, hogy igazából ezeket látom én problémának, mert arról persze lehet vitatkozni, hogy egy propaganda miniszter ilyen szinten bele kell nyúljon ezekbe a média tartalmakba ilyen értelemben. Tehát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem akarok ebben állást foglalni. És itt utasítások voltak, vagy kérések? Nem, utasít teljes mértékben, itt nincs kérés. Tehát, hogy ez meg ez fog következni, jövő héten, két hét múlva ezzel meg ezzel jövünk ki, ki mit csinál, ki ír publicisztikát róla. Hát ugye most pont a köztársasági elnök asszony kapcsán, ugye Bájer Zsolt volt az, aki egy dörgedelmes publicisztikában neki ment az államfőnek, meggyőződésem, hogy ezt bizonyítani nem tudom, tehát még egyszer mondom, meggyőződésem, hogy ezt Rogán Antal utasítására tette. Tehát, hogy ennek a, ugyanez a hangulata volt ennek a fajta publicisztikának is. A publicisztika esetében például előfordulhatott olyat, hogy a publicista mást gondolt, de a kérés meg annak az ellenkezője volt, és úgy kellett hajlítani. Nem gondolkoznak ezen a publicisták, tehát hogy akik ebbe részt vesznek ilyen szinten, azok megkapják, hogy mi kell benne legyen, mit kell kihangsúlyozni, milyen információk legyenek benne, és azt végrehajtja. Tehát itt semmilyen morális és egyéb szempontok nem jöhetnek számításra. Nem is jöttek, és nem is volt
igény tudtam ma egyetlen egy publicista részéről sem, akiket én ismertem, meg akiknek kilettek adva ezek a munkák és feladatok, hogy visszautasították volna. Szinte örömmel vetették bele magukat minden egyes ilyen kérésbe, ha kérést utasítás, az utasítás kérésnek lehet nevezni. Vagy. Hogy teljesen tiszták legyenek a viszonyok, szeretném elmondani, hogy én is dolgoztam a megyei napilapoknál nagyjából 2014 és 2018 között. Nagyjából ezt már egyet, hogy korábbi adásban megbeszéltük, igen. Hogy nagyjából egy pont kis átfedésen kívül, de váltottuk egymást, és ugye voltak ezek a központi oldalak, amelyek minden megyében ugyanazok, igen. Voltak az országos híreket, tartalmazták, igen, hogy itt például mi volt a stratégia? Mert egyébként, hogy egy kicsit megvédjem a megyei napilapokat, hiszen onnan jövök, és ezért ezt így kötelességemnek érzem, hogy volt egy olyan mondás, és ez még azelőtt volt, hogy a MediaWorks megvette volna a megyei napilapokat, hogy például én Vas megyéből jövök, ahol hát a Fidesz az ilyen 60% fölött szokott eredményeket elérni, és az akkori ügyvezetőnek volt az a szerintem egyébként helyes mondása, hogy az én drága olvasóm az ön drága választója, mondta ezt adott esetben politikusnak, és hogy nagyon sokáig a megyei napilapok meg pont a másik irány, tehát hogy annyira bal oldalra voltak tolódva, hogy például amikor én feltűntem a megyei napilapoknál, és akár helyi fejlesztésekről, országgyűlési képviselői programokról beszámoltam, akkor már egyből megkaptam a propagandista szerepet, pedig még nem is jött a MediaWorks, és ugye az utána sokkal keményebb volt ez a helyzet, de hogy egyébként a központi oldalakra is, hogy egy kicsit a könt is megvédjem, hogy ott azért megláttunk ellenzéki álláspontokat is, tehát hogy az elején még a megyei napilap aznál, a központi oldalaknál is jelent meg tudósítás, ellenzéki sajtótájékoztatóról, tehát nem csak a Fidesz üzenetei mentek, hát hogy mi volt a megyei napilapoknál a koncepció, hogy az azért az ne legyen teljesen jobb oldalon, vagy hogy volt itt? A központi oldalak vonatkozásában az elején valóban sokkal kifinomultabb volt ez a fajta tényközlés vagy újságírás, tehát kiegyensúlyozottabb volt az egész. Ahogy ez tolódott el időbe, ez egyre kevésbé lehetett ezt a fajta kiegyensúlyozottságot megteremteni. Ma már pedig ennek nyoma sincsen, tehát ma már a bármilyen kritikus vélemény, ami a Fidesz érdekeivel szembe megy, az konkrétan el van hallgatva 100%-ban, tehát 100%-os cenzúra van. Egy-két kivétel van, de ezek a gőzkieresztő szerepek, ugye gondolok itt az Index. Az Index, amit a karmelita boszorkány konyháiból irányítanak, hogy így fogalmazzak. Ebben a vonatkozásban mindig érdemes figyelni, tehát amikor az Indexen megjelentek tudósítások az államfő, még akkor itthon voltam, egyáltalán hírek az államfői kegyelemmel kapcsolatban, akkor tudtam, hogy neki vége van, tehát hogy akkor napok kérdése is le fog mondani, hiszen olyan betámadások jelentek már meg ott, tehát hogy nyílt terepet adtak az államfő lejáratásának, Rogán Antalék, és ezt egyébként Magyar Péter nagyon jól elmondta, hogy miközben meg lehetett volna magyarázni ezt az egész ügyet, arra kérték az államfő hivatalt, hogy ne reagáljon semmilyen vonatkozásban, de végül a lejárató meg egyéb információk tárháza jelent meg magán az Indexen is. Akár Rogán Antal stábjának is érdeke lehetett, hogy Novák Katalin lemondjon? Hát igazából nem tudom, milyen más olvasata van ezeknek a helyzeteknek, ezeknek a tényeknek. Az Index az egyik legfontosabb propaganda oldala a NER világának, tehát ha valaki ezt nézi, hogy mi jelenik ott meg mi nem jelenik meg, ennek mindig jelentősége van, és nekünk, akik kicsit más szemmel nézzük a magyar médiát, tehát hogy van üzenetértéke minden olyan információnak, ami megjelenik ezen az oldalon. Zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ha valaki kritikusan gondolkodik, vagy ezzel a szemlélettel
foglalkozik. Ez a szemlélettel nézi az életet, az Indexet a lehető legkritikusabb, az egyik legmanipuláltabb híroldallá vált az elmúlt években, az elmúlt hónapokról nem is beszél. Akkor hadd görgessem tovább ezt a szállat, hogy az Indexen túl elképzelhetőnek tartja-e, hogy az ellenzéki sajtót is valójában Rogán Antalik etetik különböző információkkal, mert most például nagyon érdekes volt látni, hogy amikor például Balogh Zoltánnak a neve is felmerült ebben a kegyelmi ügyben, akkor a 444-en meg a Telexen szivárogtak ki egyébként olyan információk, ahol az újságírók is sok esetben kormányközeli forrásokra hivatkoznak, és láthatóan bele is illett sok esetben a kormányzati narratívába, vagy a kormányzati szándékba, miszerint itt mindenki vállalja a felelősséget. Ez pontosan így van, tehát, hogy a Rogán Antali világnak megvannak a beágyazódása és kapcsolatai az ellenzéki médiákhoz. Hát nevezzük meg az egyiket, a Telexet. Hát a Telex egyik finanszírozója, tudomásom szerint, hiszen sokáig ott volt a logója, az a Kóka János egyik cége szerepelt ott. A Kóka János pedig a NER világá, ő ugye az SZDSZ korábbi gazdasági minisztere, elnöke és mindenféle tótum faktuma, tehát hogy az SZDSZ világába egy kiemelkedő szereplő, és őt meg nagyon sok mindenki mást azért beemeltek a NER világába, tehát hogy a fideszes gazdasági holdudvarnak ugyanúgy része. Nem hiszem, hogy problémát okoz, ha csak ezt az egy példát nézzük, azt, hogy mi hol jelenjen meg. Megjegyzem, tehát hogy anno... Bocsánat, akkor ide, hogy a Telexet megvédhessem, vagy megpróbáljam, hogy a Telex azt kommunikálja, hogy ők teljesen függetlenek, egy ilyen belső kuratórium, dolgozói részvények vannak, és hogy egyébként hogy a tartalomba senki nem szólhat bele, még azok sem, akik pénzt adnak, hiszen egy nagyon olyan szerkezetet raktak össze, aminek köszönhetően csak az újságírók dönthetnek arról, hogy milyen tartalom jelenik meg a Telexen. Hát gyerekemnek este messiként ezt el fogom mondani, mert nagyjából ennyi valóságtartalma van. Ezek egyáltalán nem így működnek, tehát ezt a naív, kevésbé informált nézőközönségnek, hallgatóságnak lehet, hogy el lehet mondani, vagy el lehet hitetni, akik az internetes világában benne vannak. Ezek kőkemény milliárdok állnak minden ilyen nagy médiaprojekt mellett, mögött, háttérben, külföldi finanszírozás, meg mindenféle egyéb módszer, tehát hogy ez mind arra szép, hogy elfedje a lényeget. Így van mindegyik, tehát kivétel nélkül, tehát hogy valamilyen minden egyes média felület valamilyen érdekeltség részét képezi valamilyen formába, tehát hogy ezeknek pedig ugye miért finanszíroznak ilyen jellegű médiákat? Azért, mert valamilyen céljuk van vele. Ja, vagy az, hogy pénzt akarnak keresni belőle, ami elég nehéz, vagy az, hogy egy üzleti körhöz tartozik. Így, a média befolyásolás az maga az üzlet. Tehát, hogy önmagában, amikor a korrupciós ügyek özönéről el lehet terelni a figyelmet, akkor annak azért az jobban jövedelmez, tehát, hogy mintha nem tudom, milyen reklámbevételeik lennének, tehát nem a reklámbevételekből élnek ezek a cégek, ezek a média felületek. Ezt nagyjából sejtem, hiszen mondjuk én látom itt az Ultrahangnak a kis környezetét, és tudom azt, hogy hány embert lehet reklámbevételből eltartani, és óriás szerkesztőségeket, hát azért mondjuk, hogy szinte lehetetlen. Kizárt, teljes mértékben így van. Tehát, hogy ezek különböző helyről jönnek ezek a pénzek, és természetesen különböző célokkal jelennek meg. Hát Ugye térjünk vissza csak egy mondat erejéig, hát a covidizmus ezt bizonyította, tehát hogy a globális világ akaratát teljes mértékben, mind a jobboldalinak, mind a baloldalinak nevezett média teljes mértékben kiszolgálta, tehát nem volt ebben probléma. Illetve minden olyan ügy, ha csak a digitális állampolgárságot nézzük, ha csak a WHO szerződést nézzük, a WHO szerződés keretében, amelyről most januárban Tedros Ghebreyesus, marxista, terrorista, WHO főigazgató szó szerint azt mondta, utána tudnak nézni, hogy sürgette az minden országra kötelező jogi erejű szerződésnek az aláírását. Tehát, hogy önmagában ennek a veszélyeire sem hívják fel a figyelmet, sem a
emberi szabadságért küzdő baloldali liberális médiaplatformok sem, a magyar nemzeti keresztény oldalhoz tartozó médiaplatformok sem, hogy milyen jellegű veszélyei vannak. Ennek beszéltünk mi már erről korábban, tehát ott meghallgathatják az érdeklődők konkrétan, hogy ez a WHO szerződés ez az egészségügyi szuverenitásunkat elveszi, és lényegében egy kényszeroltási programot bármikor végre tudnak hajtani, ez az egyik. A másik pedig maga a digitális állampolgárság, amiről szintén beszéltünk egy mondat erejéig, hogy ennek is milyen jellegű veszélyei vannak. Hölgyeim és uraim, itt veszik el az emberi szabadságunknak minden egyes elemét, és ez nem csak a miénket, hanem az a gyerekeink, unokáink jövőjét is befolyásolni fogja nagyon negatív értelemben. Tehát ezért is fontos, hogy lássuk, hogy ezek a médiák, ezek nem az igazságot, nem a mi érdekeinket közvetítik, nem a tényfeltárások azok ma már szinte 100%-ban a különböző titkosszolgálati érdekkörök, különböző magán titkosszolgálati vonalak. Mit lehet az, hogy magán titkosszolgálati vonalak? Hát magánnyomozói. Hát az, hogy ezek a módszerek illegálisak. Elvileg a titkosszolgálata hivatalosan az államoknak lehet, meg a hadseregeknek, meg az ilyenek, nem? Tehát hát itt a titkosszolgálatokon belül elég sok árnyalata van ennek, meg sok szervezeti egysége van. Én most pontosan nem tudom, hogy nem is akarok erre ebbe bele menni, ebbe a kérdésbe, mármint olyan értelem, hogy nincsenek olyan jellegű információk, pontosan ki mit csinált, de az biztos, amit mondtam meg, amire utaltam, hogy nagyon sokszor olyan jellegű dolgok jelentek meg, olyan jellegű információkat láttam, kaptam én is, amelyek inkább megrázóak voltak, megdöbbentőek voltak, és ezeket nem lehetett legális forrásokból beszerezni. Meg hát ugye nemrég történt az úgynevezett Pegasus botrány, tehát hogy kinek milyen van a telefonjára betelepítve, rákötve, és még tudnám sorolni. Tehát hogy ezek, én persze tudom, én nem demokráciában élünk, de azért önmagában ez a fajta lehallgatás, ez a fajta megfigyelés, ez a fajta terror, ami kezd kialakulni, ez szinte 100%-ba kezdi beteljesíteni az orwelli világot, ami az 1984-ben megvan írva, és azt hiszem, hogy lassan az állatfarmnak is minden egyes sora kezd beigazolódni, mint egy ilyen jövendőlés a akkori időkből a mára vonatkozóan. Ugye ön 2020 környékén távozott a MediaWorks-ből, vagy mondhatnánk, hogy kicsekkolt a NER-ből, és azóta látjuk, hogy mondjuk a Facebook oldalán mindig jönnek a Csalódtunk önben Árpád nevű kommentek, de hogy azért legalábbis kívülről nézve túl nagy retorzió nem érte, vagy csak én látom így? Hát ugye mit tudtak volna velem csinálni? Hát ugye nekem Néhány ilyen szurkálódó cikket leszámítva még olyan nagy sajtóhadjárat sem volt. De hát mikor én kikerültem abból a világból, ami nagyon érdekes volt, mert a Magyar Pétert is, ahogy végighallgattam, hogy mit szóltak az ismerősei hozzá, senki, mindenki elhatárolódott tőle, fel nem hívta senki, stb. Ezt nagyjából én is ugyanezt éltem át, mikor kiszálltam a rendszerből. Mikor kikerülsz ebből a világból, akkor egy senki vagy. Ugye az érdekes, mert ön valaki volt, tehát nyilván gondolom keresték a barátságát, stb. Hát mikor befolyásom volt, meg abban a világban voltam, meg úgy nézett ki, hogy azzal kép alakult ki, hogy Orbán Viktor verőlegénye vagyok, hogy ilyen viccesen fogalmazok, de tényleg azt gondolt valakik, sokan, akkor rengeteg érdek, kapcsolat és barátság volt az életemben. Amikor kiszálltam, akkor megszűnt minden, tehát hogy 20 éves kapcsolatok szakadtak meg konkrétan. Ön miatt, vagy miatt? Miatt. Mármint úgy értem, hogy kiszálltam, és akkor úgy megszűntem létezni a mindenki szemébe, akivel korábban kapcsolatom volt. Azért kérdezem, mert időnként belebotlok a Facebookon ilyen kommentelésekbe, és akkor mondjuk ön kitesz valami posztot, arra kommenteknek, hogy Csalódtunk önben Árpád, 156. fejezet, de hogy arra ön is elég karcosan szokott válaszolni. Ez csak
Igazából azokra szoktam, amikor egy bizonyos szintet alulmúl már ez a fajta kekeckedés valaki részéről, tehát hogy önmagában igen, eljöttem, ez a véleményem, meg ugye a másik, ami a személyemmel kapcsolatban mindig megjelenik, hogy sértődött ember vagyok, én világ legboldogabb embere vagyok, és a legelégedettebb embere vagyok, tehát semmilyen sértődés nincs benne, miért lenne, és a másik, hogy nem kaptam meg valamit, meg kirúgtak, meg ilyesmi, nem, egyáltalán nem. Tehát, hogy ha ez megtörtént volna, akkor biztos, hogy ezt kihozták volna már régen, hogy alkalmatlan vagyok, nem normális, stb. Teljes mértékben. Tehát a 2018-ban már még a legelején, ha úgy nevezhetjük, talán akkor már 2 éve voltam bent abban a világban, akkor már morálisan vállalhatatlanná vált számomra minden. Most hát kérdezzek ezzelé, hogy amikor elvállalta a pozíciót, akkor még nem tűnt úgy, hogy vállalhatatlan? Nem. Egyáltalán nem. Ugye én hosszú idő után kerültem vissza magába a médiába egy jó pár év után, mert én már többször is kiszálltam a médiából, ha lehet így nevezni ezeket a folyamatokat. Nem tűnt, nem, egyáltalán nem. Nagyjából viszonylag gyorsan rájöttem. Vagy ez egy szakmai feladatnak tűnt? Igen. Tehát viszonylag gyorsan rájöttem, hogy mi ez a helyzet, és kiket szolgálok. Főleg most gondoljon bele, hogy azért elég magas média pozícióban voltam ahhoz, hogy rálássak olyan jellegű belső ügyekre, amely a nyilvánosság számára soha nem jelenhet meg. Tehát, hogy a melyik fideszes kör, most csak példákat mondok, de nem konkrétumokat, és elnézést, mert nem lenne, tehát hogy most így nincs is jelentőség ennek az egésznek, de hát ezek a megint próbálok diplomatikusan fogalmazni, mert azért mégis próbálom magam kötni ahhoz, hogy belső ügyekről nem beszélek, amik az akkori munkahelyemmel voltak kapcsolatosak. De csak egy ilyen közvetett példa, ami szerintem belefér ebbe a világba, hiszen eléggé sok helyen lehet ezt tapasztalni, meg látni, hogy XY vonal vesz egy médiacéget valahol, vagy egy média cégettséget. Abba bepumpálnak gyorsan mondjuk 3 milliárd forintnyi megrendelést. Majd megjelenik valamelyik nagy vezér, felső kategóriás vezér, veje, unokája, lánya, kiskutyája, hogy akkor ő viszi azt a 3 milliárdot. És akkor mit erre a legjobb megoldás? Hát egy informatikai projekt. Van egy működő informatikai rendszer, hoznak helyette egy fillérekből összetákolt, semmire nem jó rendszert, és a 3 milliárd kiment, az informatikai rendszert, ugye ezt használni kell, meg egyebek, használhatatlan az egész, már végül senki nem használja, tehát ez a lopásnak olyan... És ez bűncselekmény, ön szerint? Vagy valójában egy legalizált... Ez teljes mértékben az, tehát hogy ez... Csak ez, ha igen, akkor miért nem tesznek ilyenkor feljelentést? Hát azért, mert ezek bizonyíthatatlanok, tehát ezek úgy le vannak papírozva, meg úgy körbe vannak ezek bástyázva, meg hát a jogszolgáltatásnak nevezett igazságszolgáltatás minden egyes elemét már átszőtte ez a narancs polip, ugye, tehát hogy itt azért tehát egy fideszes főügyész Polt Péterre gondolok, tehát mikor egy ilyen hierarchikus rendszer van, tehát ott önmagában elbukott a történet. Törvényileg, tehát ha jogászkodnánk, akkor nem lenne korrupció, hiszen úgy van lepapírozva, szerintem ez összerakva, de morálisan nézve, meg a valóságot tekintve. Ez morálisan törvény minden szempontból, tehát ha ezeket valaki alaposan megvizsgálni, és ez csak egy példa, de legalább 30-at láttam, vagy tudok, vagy most mondtam egy számot természetesen, és akkor, hogy kikhez jutnak, tehát hogy milyen jellegű emberek kezébe jutnak ezek a vagyonok, ez volt a következő rész, mert ugye ráláttam én ezeknek az embereknek az életére is nagyon sok szempontból, hát az maga a förtelem minden szempontból. Még itt magánéletre gondol? Hát, hogy mit csinálnak ezekkel a pénzekkel? Tehát, hogy ez a rongyrázás, a eldorbézolás, a ki vagyok, mi vagyok. Tehát, hogy olyan emberek, olyan személyek ezek, akiknek jó részét azért szerintem lehet ismerni a
mai világban is, hiszen itt vannak közöttünk, és lehet hallani a tetteikről, hol orgiáznak, milyen homoszexuális klubokba járnak, meg egyebek, tehát hogy, de zárójel bezárva, tehát hogy nem, csak az a képmutatás, ami visszajön ezzel kapcsolatban, meg aztán van azért jó pár olyan ismerősöm, akiknek jó cégük volt, magyar cégük, és akkor megjelentek a különböző táskás emberek, és akkor mondták, hogy akkor hát 30%-áért most felvásároljuk, ha nem, akkor tönkreteszünk. És volt, akit tönkretettek, ismerek olyat, aki meghalt ennek a hatására, tehát hogy belebetegedett, rákos lett, stb. Ismerek olyat is, aki ellenállt, és mindmáig megvan a cége, mert valahogy meg tudta magát védeni. Annyi emberi tragédiába futottam bele ezeken keresztül, és akkor egy idő után elkezdett bennem kérdésként megjelenni, hogy úristen, én ezeket szolgálom. Tehát, hogy ezeknek az üzelmeit próbálom elfedni, és egy idő után feltek kellett tegyem magamnak a kérdést, hogy lelkiismereti, morális szempontból vállalható-e ez a dolog. Tehát amit én csinálok, hogy egy média kommunikáció vonalon dolgozom, és próbálom elfedni a lényeget, és emögött ennek a hátterében valakik konkrétan lerabolják az országot, és tönkretesznek embereket, és még tudnám sorolni. És úgy éreztem egyébként, hogy én ebben nem tudok részt venni semmilyen formában. Azt azért meg szeretném jegyezni, hogy én a politikai gazdasági életet nem úgy képzeltem sohasem, mintha a budai úri kisasszonyok és apácák köre etikai kódexe alapján kellene vezetni, hogy akkor ez lenne az irány, és akkor számomra mindenféle kis kihágás az valami embertelen bűnnek tűnik, tehát egyáltalán nem így kötődtem ez a világhoz, tehát nem így néztem ezt a világot. Tehát el tudom fogadni, hogy bizonyos esetekben igen, szükség van, mert a nemzeti tőke megerősítése, stb., de amikor beleláttam ebbe a világba, hogy itt nem, hogy a nemzeti tőke erősödik meg, ezeknek az embereknek a nemzethez sincs közük semmilyen formába, hogyha az életvitelüket, az erkölcstelenségüket, az aljasságukat, a butaságukat, a családi világukba, amennyire egy-két esetben, vagy több esetben beleláttam, tehát elborzadtam ettől az egész világtól. Igazából ez a legjobb kifejezés, vagy ez a lehető legegyszerűbb, ha ezt az érzést meg kellene, hogy fogalmazzam, tehát, hogy elborzadtam ettől az egésztől, és nem bírtam már, tehát, hogy egy idő után alig bírtam már tükörbe nézni, marta, lelkiismeret, ha lehet ezt így fogalmazni, és 2019-ben az önkormányzati választások után én egyből kértem is a felmentésemet. Megjegyzem, nem titok egyébként, tehát hogy én ezt el is mondtam a legfelső vezetésnek, hogy megingott a hitem ebben a világban. Mit mondtak? Azt hitték, hogy én el vagyok fáradva, és azt ajánlották, hogy menjek el egy 2 hónap, 3 hónap szabadságra, pihenjem ki magam, és akkor majd mindent másfélként fogok látni, és akkor ez elhúzódott. Egyébként mindent megtettek, tehát nem tudok rá semmi rosszat mondani, rájuk semmi rosszat mondani, hiszen megpróbáltak bent tartani ebben a világban. Nem rajtuk múlt, hogy ez nem így alakult. Elhúzódott, tehát, hogy egészen 2020 talán márciusáig tartott ez a fajta egyeztetés, hogy akkor találjak magamnak egy pozíciót bent a rendszerben, amit akarok. Eléggé nagy vonulak voltak minden szempontból. Hát igazából talán a későbbiekben hát összességében azért én egy nagy munkabírású, precíz embernek tartom magam. Na most az egy más dolog, hogy én minek tartom magam, de nem szoktam hibákat elkövetni. Hát amennyire lehet, próbálok úgy dolgozni, és olyan koncentrációval tekinteni arra a munkára, vagy arra a feladatra, amit elvégzek, hogy az lehetőleg minél tökéletesebb legyen. 4 év alatt a központi szerkesztőségnek például egyetlen egy helyreigazítása sem volt, egyetlen egy balhé sem volt, egyetlen egy botrány sem
kötődött hozzánk semmilyen vonatkozásban, és ez ilyen értelemben a nyugalom szigete volt egy brutál nagy egységen belül. És logikus, hogy még ha sokszor a kritikáim, mert azért belső vonalon azért rengeteg kritikát fogalmaztam meg, tehát hogy ezeket nem magamban tartottam, hanem úgy nagyjából a felettem lévő vezetők is tudták, hogy mit gondolok erről a helyzetről, szituációról, a különböző ügyekről, és de mégis egy olyan nagy rendszert vezettem, aminek nem volt semmi problémája, ami egy hasznos dolog ilyen szempontból, ha a saját helyzetüket nézik, illetve fel voltam már, ha tetszik, így ezt, ha úgy tetszik, fel voltam már építve, tehát egy országosan ismert emberré váltam a sorozat, meg egyéb tevékenységeknek is köszönhetően, akit bármikor lehet egyéb ügyekben szó szerint használni, mert ez a legjobb kifejezés, mert ma már úgy értékelem a cikksorozatom kapcsán is, tehát akinek a kútos diktatúrája vonatkozásban, hogy pasználtak, tehát egy hofi paródia voltam. Rengeteg feszültséget levezettem ezen keresztül. Miközben őszintén hittem abban, igen, de ez egy bizonyos ideig tartott természetesen, tehát hogy a cikksorozat... Aztán Elsimon László és társai meggyőzték, hogy ez máshogy lesz talán. Igen, tehát, hogy itt nem, tehát, hogy amikor még talán a közepénél tartottam, vagy a legelején a cikksorozatnál, azért rájöttem, hogy én egy hofi paródia vagyok ebben a világban, de egyrészt be akartam fejezni, tehát volt a fejemben egy koncepció, amit meg szerettem volna írni, és azt gondoltam még akkoriban, de talán erről is beszéltünk már korábban, hogy akkor itt most itt bent jó célokért kezdek dolgozni, és küzdeni. Tehát olyan emberek, hát legalább 150 embernek szereztem munkát egyébként. Mondjuk a 150 emberből nagyjából hárommal tartom a kapcsolatot. Meg tehát, hogy mindenki kitörölt az életéből, de hát ez nem probléma. És tehát, hogy eléggé sok mindent, tehát, hogy emögött, mikor abban az időszakban ugye viszonylag ismert voltam, tehát eléggé sok mindent, meg főleg ugye rám volt címkézve, hogy Orbán Viktor. Egyébként beszéltek valaha erről a kulturális címkről? Orbán Viktorral többször is találkoztam, igen, interjúk formájában, vagy interjúk ürügyén. Úgy még én is. Igen, úgyhogy semmi extra nincs benne, de nem, tehát semmilyen ilyen ügyben. Hozzá nem akárkik tudnak bejutni, tehát hogy én ez túl kis hal voltam. Ami szerintem érdekesebb mindennél, hogy az akkori kulturális vezetés sem kérdezett meg soha semmiről. Az államtitkára most nem is tudom, hogy még a Fekete igen, az a legalja volt szerintem mindennek, amit ő művelt, a cirkusz poronmester, igen. Mert egyébként én máshonnan kulturális világból azt hallottam, hogy ő legalább értette így a kihívásokat. Szerintem egyáltalán nem értette a kihívásokat, de most mindegy is, ez hosszúra vezetne. Tehát, hogy önmagában ebből a világból sem kaptam sosem egy megkeresést, vagy egy megbeszélést, vagy bármit, hogy hogyan látok. Tehát, sőt, azt is el tudom mondani, hogy jó párszor meghívtak, van ez a Köcsei piknik, ahol az értelmiségi holdudvar találkozik, és MediaWorks főszerkesztőként, összes megyei napilap főszerkesztőként, a kultúros diktat, az akkori legfontosabb cikksorozat szerzőjeként kétszer is kihúztak, tehát hogy én nem lehettem ott jelen. Én meghívták és kihúztak. Igen. Hát nem tetszettem a Polgári Magyarországért kuratórium, azt hiszem, hogy azt szervezte ott valami nagyon befolyásos vezetőjének, hogy én itt a baliberális világot ennyire ostorozom, hogy így fogalmazzak. Tehát, hogy onnan is, ez volt az értelmiségi holdudvaruk találkozója. Én ezen nagyon jó derültem, tehát, hogy nem szomorkodtam nagyon, hiszen én egyszer voltam ezen a Köcsei pikniken, és mondtam, hogy soha többet. Tehát, hogy ez a álszent kétszínű világ, ami a
magyar értelmiséget, ha lehet egyáltalán magyar értelmiségről beszélni, szerintem nem lehet már, tehát hogy ennek is hangot adtam többször is, tehát hogy a számomra a covidizmus volt az a pont, amikor az egész magyar értelmiség beállt ebbe a, tisztelet a nagyon kevés kivételnek, beállt ebbe a terrorba, és lelkiismeretlenül asszisztált azokhoz a folyamatokhoz, amelyeknek most már ugye a következményei egyre világosabbak, ha csak a vakcina mellékhatásokat nézzük, tehát hogy a magyar értelmiség úgy leírta magát számomra, illetve végül is önmagam számára meg tudtam fogalmazni, hogy mit tekintek értelmiséginek, hiszen nagyon sokan azt gondolják, hogy attól értelmiségi valaki, hogyha elmegy, nem tudom, színházba, könyvet olvas, és akkor nem tudom, milyen ismeretei vannak a magyar kultúráról. Szerintem meg az számít értelmiséginek, aki egy bizonyos út során, ami az életével kapcsolatos utat jelenti, felismerésekre jut, bizonyos hatások mentén, és utána ezeket a felismeréseket képviseli a saját maga életébe, tehát hogy kiáll azért, amiket felismert. De a magyar értelmiség az gyáva, sunyi, pénzen megvásárolt értelmiség, aki a politikai elit és a globális elit diktatúrája ellen a legminimálisabb szinten sem emeli fel a szavát, legminimálisabb szinten sem gondolkodik, hogy ennek milyen következménye van, illetve hát azt a népet sem szolgálja, amiből származik, és ami a legfontosabb hivatása kellene, hogy legyen. Kemény mondatok ezek. Végezetül egy utolsó kérdés. Ugye Rogán Antal szerepe, hogy Magyar Péter ugye elmondta, hogy Richelieu, ha Orbán Viktor a nap, akkor Rogán Antal a Richelieu, de én azon gondolkodtam, hogy valójában, amit Rogán Antal feladata, azt ő profin végrehajtja. Hát a harmadik kétharmadot szerezte, úgymond, vagy az ő közreműködésével jött létre a Fidesznek, a sajtó, a kommunikáció fegyelmezett, ez segíti a politikai közösségüknek a munkáját. Most ez nem erkölcsi értékítélet, hanem pragmatizmus szempontjából, hogy lehetne másként is győzni? Hát ugye a média tekintetében, a kommunikáció tekintetében ugye mi a hasznosság? Tehát hogyan értelmezzük ezt a hasznosságot? Ugye amikor egy rák kialakul egy testben, akkor az a rák szempontjából az egy hasznos dolog, az egy hasznos tumor, az egy hasznos terjeszkedés minden szempontból. Ugye azt a kérdést kell feltennünk szerintem, vagy abból érdemes megközelíteni, hogy hová vezet ez az út, amin haladunk ebben a vonatkozásban, hogy lehet-e hosszú távon egy nemzetet úgy egy olyan irányba vinni, amiben az erkölcs, a morál, a tisztesség, és még tudnám sorolni, azoknak a nyoma sincs meg a politikai elit, a politikai szféra, a gazdasági szféra, amit teljes mértékben átszűrt a korrupció, és még tudnánk sorolni. Ugye ilyenkor jön az a válasz, hogy igen, ezeket mind látjuk, de még mindig ez a kisebbik rossz, mert a nagyobbik rossz az lenne, ha jönnének az abszolút globalisták, és ugye tudom, hogy ön a Fidesz is a globalistákhoz sorolja, de hogy akkor egy sokkal durvább rendszer jönne, és hogy ez Magyarország szempontjából még rosszabb lenne. Igazából a kisebbik rossz tekintetében, vagy a kisebbik rossz nézőpontját én sosem tudtam a magamévá tenni. Tehát a kisebbik rossz is rossz. Tehát ugye ez a Borvendég Zsuzsa szokta ezt levezetni, a puha diktatúra meg a kemény diktatúra. Tehát mind a kettőnek ugyanaz a célja, ugyanaz a végcélja. Tehát a kisebbik rossz vonatkozásában ugye mi történik a mai világban, a mai életünkben? Hát ugye mit lát a fiatal generáció? Mit lát a társadalomnak az a része, aki teljesen eltávolodott már, és sok szempontból érdektelenül is követi a fejleményeket, az eseményeket, anélkül, hogy belegondolna abba, hogy valamilyen szinten bele tudna szólni bármilyen más irányba. Ugye azt látja, és szerintem ez egy súlyos probléma, hogy a magyar nemzeti keresztény konzervatív oldal, ugye az egy morálisan, erkölcsileg minden szempontból a legalja,
lett a mai szinten. Én ezt osztom, tehát én is így látom, tehát, hogy teljesen vállalhatatlan minden szempontból a politikai elit. Még egyszer mondom, tehát nehogy valaki azt gondolja, hogy én egy politikai közösséget akarok megbélyegezni, hiszen, ahogy Magyar Péter is elmondta, tehát hogy a legnagyobb többség, a Fideszen belül legnagyobb többség, a polgármester, ismerek én is jó párat mindmáig, tehát polgármesterek, Fidesz elnökök, stb. Tehát jó szándékú emberek, akik tényleg beleteszik a szívüket, lelküket, hisznek benne ebbe a munkába, amit szolgálnak. Tehát, hogy ebből az irányból nézve hosszú távon mi következik vajon? Tehát, hogy ráégett az egész jobb oldalra, ja, és a korrupció természetesen, hogy mit, hogyan lehet elintézni, semminek nincs következménye, a képmutató világ lehető legjobban megjelenik, itt mindig az ellenkezőjét csinálják, amit hirdetnek. Még egyszer mondom, tehát, hogy ez a társadalomnak nem a Fidesz része, mert a Fidesz törzsközönsége is egy idő után kihal ugye maga a természetes jelenség hatására, vagy a természetes folyamatok hatására. Tehát önmagában, ha egy fiatal, egy mai fiatal generáció, és ezt látom tragédiának, azt szűri le, hogy magyar nemzeti keresztény konzervatív cégér alatt a lehető legaljasabb emberek vannak, akkor a következő generáció tekintetében mérhetetlen károk jelenhetnek meg, hiszen lehet, hogy egy anarchista felfordulásba bele lehet vinni tömegeket, százezreket. Minden valódi keresztény konzervatív pontosan így van, és ennek a keresztény egyházak ugyanúgy kárát látják, a keresztény gondolat ugyanúgy kárát látja, tehát önmagában megutáltatják ezt a fajta világot, ami a nemzeti megmaradásnak az egyik alapja kellene, hogy legyen, alapfundamentum, hogy kellene, hogy legyen, és ezt tartom én az egyik legnagyobb bűnének ennek a rendszernek, hogy beöltöztek ebbe a magyar nemzeti keresztény maskarába, miközben a lehető legkeményebb nevezhetjük bűnözőknek is egyébként. Bűnöző módszerekkel fosztják ki az államot, fosztják ki az adófizetőket, az állami kasszát, és herdálják el mindenféle egyéb érthetetlen, értelmetlen dolgokra. Tehát nem a nemzeti nagy tőke épül ebben a vonatkozásában, hanem egy hatalom épül, és ez is egy súlyos probléma véleményem szerint, hogy önmagában valahogy, mintha ott tartanánk, mintha a 70-es években lennénk a kádárista világba, hogy már nem az a fontos, hogy egy országot építsünk, egy jövőt építsünk, hanem csak a hatalomban való megmaradás. A önmagában az élet célja, mintha ezzé zsugorodott volna össze, hogy ki maradjon hatalomban, és semmi más nem számít ebben a vonatkozásban, miközben szó szerint, hát ha megnézzük a demográfiai tendenciák, a demográfiai összeomlás történt. Tehát, hogy sajnos nagyon sok szempontból visszafordíthatatlan folyamatok indultak el, akár statisztikai módszerekkel le lehet vezetni, hogy nem biztos, hogy sok magyar fog itt élni 100 év múlva. És ez a mai világunk bűne ennek a korszaknak, amiben most élünk, ennek a politikai elitnek a bűne. Még ha egy analógiát meg lehetne fogalmazni a mai helyzettel, vagy történelem az élet nagy tanítómestere, mostanában többször is el szoktam mondani, hogy volt már egy nagy kataklizma, nemzeti kataklizma, ugye Trianon kapcsán szokták emlegetni, és Trianon okait mindmáig rengeteg történész, meg egyéb kutatóintézet, meg a jó ég tudja hány ember kutatja, de önmagában a trianoni összeomlás az azért következett be, mert létrejött egy társadalmi összeomlás, és ennek a gyökerei ezek eléggé mélyre visszanyúlnak. Tehát több évtizedes vonatkozásban visszanyúlnak. És én ma már úgy látom, hogy amikor mindig megjelennek nagy árulóként a Károlyi Mihály, meg a Kun Béla, meg a lehetne őket sorolni, én nem őket tartom a legnagyobb árulóknak, én a 1870-80-90-es évek magyar, színmagyar, tehát nem a zsidók, meg nem tudom kicsodák, akikre
rá szokták húzni így ebben a vonatkozásban is a bélyeget. Tehát, hogy nem őket tartom a legnagyobb problémának, a legnagyobb árulóknak, én a felső nemesi réteget tartom, akik ugyanúgy, ahogy a mai politikai elit, önmaguk jóléte, önmaguk dorbézolása, önmaguk szánalmas élete, életének a fenntartása. Tehát el voltak a kastélyban a fogadásokkal. Voltak, így van, nem foglalkoztak a társadalmi, a súlyos társadalmi problémákkal, és ezek okozták az összeomlást, ezek járultak hozzá, tehát az akkori főnemesi réteg alkotta az akkori politikai elit legnagyobb, legjelentősebb részét is, tehát ezért tudom ezt összekapcsolni ebben a vonatkozásban, tehát történelmi analógiaként ezt szeretném jelezni, hogy akkor is több évtized alatt szétesett a társadalom, majd jött egy kör, Kumbéla, Károlyi, meg stb., de ők csak egy tünetei voltak, ők már levezénylői voltak, tehát maga a súlyos problémát azt a magyar, színmagyar, felsőnemesi réteg hozta létre, nélkülük nem lehetett volna, tehát hogy Tisza Kálmán, és részben egyébként Tisza Istvánt is ide sorolom, de ebben most nem akarok, ez egy részletesebb háttér kellene hozzá, hogy ezt kifejtsem, tehát hogy a Tisza, maradjunk Tisza Kálmánnál, ugye 15 évig volt miniszterelnök, ő volt a korabeli Orbán Viktor, tehát hogy nélküle Kumbéla elképzelhetetlen, nélküle Rákosi elképzelhetetlen, és még tudnám sorolni a többieket, tehát hogy abban a világban jelentek meg ezek az elemek, amiket ők hoztak létre, és ezért félő a mai helyzet, amikor azt látjuk, hogy az új generáció, a fiatal generáció, a társadalom jelentős része olyan szinten eltávolodik már saját magától, a nemzetétől, a valós problémáktól, hogy belemegy egy olyan anarchista világ karjába, ami sokkal brutálisabb következményekkel járhat, mint amit most fel tudunk fogni. Ez egy következő beszélgetés tárgya is lehetne, de fontos gondolatok. Szakács Erpett, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, arra kérünk mindenkit, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel a csatornánkra, és hallgassanak továbbra is minket. Viszont hallásra!